alapon ne történjék ilyen technikai szempontból Kolozsváron. Tehát, hogyha a mai napon csak azt kell megemlítenünk, hogy most meggyalázták például a Ázsongárdba a sírókat, ilyen fáradt olajjal öntötték le, tehát ennek legyen már vége. Ennek a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módja, hogyha abszolút törvényesen, a törvények betartásával jelen esetben elvárom azt, hogy akkor, amikor ha meg tudjuk, vagy nem tudjuk meg, hogy ki az erkölcsi és a fizikális szerzője ennek a akciónak, de egy törvénytelenségről van szó, és hogyha megnézzük a közigazgatási törvényeinket, akkor ott a polgármester hivatalnak, a polgármesternek személy szerint az a dolga, hogy a törvényes keretek betartása között ötvegyön az adminisztratív területén. Ebben a pillanatban igaz, hogy még mindig van néhány nap, addig, amíg ezeket az intézkedéseket életbe lehet léptetni, mert 30 nap már megjövésére bárkinek, tehát akár az általam kiadott papírok a végrehajtás, akár egyéb esetekben. De azt hiszem, hogy ha azt akarjuk, hogy tegyünk pontot ezekre az etnikai feszültség látszatát keltő eseményekre, akkor ez a legfrappánsabb módja. Próbáltunk megfogalmazni egy ajánlatot is pénteken, akkor, amikor ezt a döntést meghoztuk, mert egy kollektív döntésről van szó, tehát szolidáljuk. Ebben a pillanatban azt hiszem, hogy a magyar közösség minden egyes tagja részéről elvárjuk, és igény van arra, hogy szolidárisabb legyünk egymással. Mutassuk ki az akaratunkat, mutassuk ki azt, hogy szolidárisak vagyunk, nézzük meg, és döntsük már végre el azt, hogy mi az, ami elfogadható, mi, ami nem elfogadható ilyen esetekben. És nem arra gondolok, hogy illegalitást fogadtassunk el bárkivel, hanem akkor, amikor megpróbáltuk megfogalmazni az ajánlatunkat, akkor nem titkoljuk azt sem, hogy felmerült egy olyan változat is, amiben azt ajánlottuk fel, hogy távolítsunk el minden táblán Mátyás talapzatáról, ami a fűben van, hogyha ez a megoldás ennek a feszült helyzetnek, akkor ez is egy elfogadható megoldás lenne, bevállalva azt, hogy nagy valószínűsége a közösségünk egyes tagjai fognak emiatt morogni. Mert úgy volt és úgy nyerte meg az arany díjat Párizsban a Patrusz János által bemutatott tervrajzokkal. És azt hiszem, hogy ez egy eléggé elfogadható kompromisszum lenne, hogyha a további ilyen nézeteltérésekkel ezzel megszűnnének.